A föld egyik legritkább állatának, az indiai páncélos nyilocirosznak született kicsinye a Nyíregyházi Állatparkban. Gyertek velünk és nézzük meg együtt, hogy hogy néz ki a kicsi. Magyarországon először született indiai páncélos nyilocirosz. Méghozzá természetes fogantatással, nem mesterséges megtermékenyítéssel. Ebből az osztagú fajból mindössze 73 példány található meg Európa állatkertjeiben. A fogságban egyik legnehezebben szaporodó fajról beszélünk. A nyíregyházi bébi születése igazi zoológiai szenzáció. Az állatpark két dinocirosz tehene és egy bikája az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében él a megyeszékhelyen. Az év legnagyobb részében az állatok biztonsága érdekében egymástól elkülönítve tartják őket. És csak abban a bizonyos néhány napban tudjuk összeengedni, amikor tényleg fogadóképes a nőstény, és ezt a néhány napot nagyon nehéz megtalálni, mert hogyha nem időben találjuk meg a legoptimálisabb pillanatot, akkor esetleg a nőstény pórul jár, ha meg már túl vagyunk a dolgon, akkor meg nem történik meg a sikeres fogamzás. Nem véletlen, ugye, hogy minden évben többször nekifutottunk ennek, és vártunk 8 évet arra, hogy ez sikerüljön. A fiatalabb nőstényünk, remélem, hogy jövőre szintén lemhesül. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni! Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára. Kövess Facebook és Instagram oldalunkat.